Köszönöm szépen a kedves meghívást és sokotoknak a megjelenést. Elsősorban önvizsgálattal szeretném kezdeni. Vizsgáljuk meg, hogy a mobiltelefonjaink teljesen némák-e. Ezt nagyon-nagyon alaposan az egyhegyű, samata, vipasszán és egyéb meditációk segítségével most állapítsuk meg. Nem rezeg, nem csörög, nem ad életjelt. Itt és most azok teljesen némák, egészen fél hat-hat óráig. Erről megbizonyosodtunk? Nagyon jó, köszönöm szépen. Úgyhogy Erzsike nagyon nagyvonalú volt velem, mert azt mondta, hogy a magyarországi zenbuddhizmus képviselője, hát a dél-koreai ízvilág, ugye van többféle zen is, a dél-koreai ízvilág egyik iskolájának vagyok az egyik tanítója, és így már szerintem jobban vannak leosztva a lapok. És nagyon nagy örömömre szolgál, hogy már nem először egy tibet irányultságú központban oszthatom meg veletek a darmát. Gyakorlatilag ez egy olyan, kb. Olyan idős iskola Magyarországon, mint ti, ugyan mi kb. 20 éve alapultunk, és hallomásból tudom, hogy ez a közösség kb. 15 éve, és gyakorlatilag ugyanazt a fajta utat járjuk, csak egy más hagyomány és más kultúra segítségevel, mint amit ti. És ez kifejezettebben buddhizmus, és nem annyira a gyógyító tevékenységre van kihegyezve, sem mint egy általánosabb szellemi útra, aminek azonban nagyon sokféle alkalmazása van. És erről szeretnék most beszélni veletek. Lesz egy kb. 15-20 perces bevezető, és utána pedig szívesen fogadnám a kérdéseiteket, ugyanis egy előadás annyit ér, amennyit meghallanak belőle, és ez kérdések nyomán sokkal inkább nyilvánvaló és sokkal érdekesebb, sem mint egy irányba leöntött szósz, amit vagy meghallasz, vagy nem. De amit tudni akarsz, azt valószínűleg meghallod. Úgyhogy ezért szeretjük a kérdéseket, és ez ráadásul leteszteli még az előadót is. Ezt pedig különösen szeretjük. A iskolánkban ezért van sok tanító, és a sok tanító pedig azért tanít, hogy ezt a képességét a ti javatokra, a hallgatóság javára fönntartsa. Tehát bevezető utána magva. A zenben háromféle ki-ről beszélünk. A ki az ugye chi vagy prana. Az egyik a wongi, az az eredeti tartalom, az az eredeti ki, amit magaddal hozol, amikor megszületsz. Ezt lehet látni már a gyerekeken. Tehát van, aki így nyugodtan üldögél és fordul kétszer óránként, van olyan, akit nem lehet leállítani, vagy lelőni, vagy hideg vízbe rakod akkor is, mint a motolla mozgékony. Ez a tudatának és a testének, különösen még akkor nem vált szét a kettő, tehát ebből az erőből adódik. Ezt wongi-nek, vagy eredeti chi-nek mondjuk, és ebből a gyerek vagy hozott, vagy keveset hozott, vagy alig hozott, de valamennyit hozott, különben nem mozogna, különben nem lenne élete. És ez az a wongi, ami nem pótolható 100%-osan sose. Tehát ahogy növekszünk, ennek a pótlása egy csomó érzékszervi tartalmat próbálunk meg felhasználni, és az érzékszervi életnek valahol ez a lényege. Első körben azt hiszük, hogy energiát kapunk attól, hogy érzékelünk. Pedig ez nem pontosan így van. Ezt már szerintem mindenki tudja itt. Az érzékelés az energiát ad, és energiát visz is el. Ahogy idősödünk, egyre inkább tudjuk, hogy az érzékszervi tevékenységek azok bizony energiát is visznek el. Kérdés az, hogy miből, és pont ebből a wongi-ből. Mivel tudjuk pótolni? Alapvetően, gyárilag az emberek azért esznek és alszanak, hogy ezt az energiát pótolják. De ahogy mondtam az előző mondatban, teljes mértékben nem tudjuk ezt pótolni, tehát még egy csomó mindenből kell, és ezt nagyjából egymásból szoktuk elvenni. És ez egymásból való elvétel nagyon-nagyon csúnya formákat tud ölteni, ekkor történik az, hogy érzelmeinkkel és gondolatainkkal, néha még az érintéseinkkel is szenvedtetjük a másikat. Ebből a szenvedtetésből sajnos az emberek rövid távú energiát szoktak nyerni, a harag, a bosszú, a különböző negatív érzelmi állapotok, vagy pedig esetleg a vágy típusú érzelmek beteljesülését ideig, óráig ugye energia dúsulással tudják nyugtázni.
de ez se igazán megy, nagyon hosszú ideig nem megy, és ezért megbetegszünk. És a megbetegedéskor egy egész másfél energiára van szükség, ezt hívjuk gyógyító energiának. Ez is egyfajta Wongi eredeti chi színvonalat próbál meg helyreállítani, akár az immunrendszer, akár a belső szervek, akár a különböző támasztó szövetek, idegrendszer, egyéb ilyen harmóniájának a képében, de tökéletesen ez sosem megy fizikailag. Ugyanis amikor a Wongi elfogy, akkor meghalunk. Ez ennyire egyszerű, és ez minden megszületett lénnyel bekövetkezik. Mit tehetünk? Amit tehetünk, az mégis csak nagyon sok. Amit most elmondtunk, az egy nagyon érdekes állapot, a születettség állapota, amiből ők még nagyon keveset tudnak, de ahogy nőnek, egyre többet tudnak, és így 7 éves kor környékén elkövetkezik egy olyan korszak, amikor fizikailag már nem függnek a szülőktől, és akkor valami egészen érdekes fejlődés veszi kezdetét, és a 3. hetes kezdetén, a 14. évnél, aztán beindul, mint a motorla, és 21-nél aztán már totális individú. Előtte is már, csak addig már elkezdett felfogni valamit a mélyebb ugye, megismerésből is. Mi lehet hát ugye a Wongi mellett az, ami még ebben a világban jelen van, hiszen nem csak mi vagyunk itt. Itt vannak más lények is, ugye, ezekből látjuk az állatokat. Vannak más tárgyak is, ugye, házak, autók, botok, egyebek. Ezek milyen energiával rendelkeznek? Kérem szépen, ami ezt a téridőt összetartja, azt úgy hívjuk, hogy dégi, vagy nagy energia. Ez az, amit a fizika eddig 4 típusú kölcsönhatással tudott csak leírni. A gravitációs, az elektromágneses, az erős és a gyenge. A gyenge az az atomok közötti, az erős az atomokon belüli. Most a könyvtárat mellőzzük, azt mindenki elolvassa magának. Ezt a 4 kölcsönhatást, ha egy kifejezéssel szeretnénk illetni, mint ahogy fizikusok ezt nagyon szeretnék, ezt úgy hívják, hogy dégi, vagy nagy energia. Most mi köze a kettőnek egymáshoz, a mi Wongi-nk és a nagy univerzális dégi? És itt van a 3. és a rendszert beteljesítő energiatípus, ezt úgy hívjuk, hogy Kongi, vagy üres energia, és ez a lélegzet. A lélegzet köti össze a kettőt. És az a legszebb, hogy amikor ez az oxidációs folyamat, ugye a belső égés megvalósul, akkor mi ebből a dégiből is energiát nyerünk, különben a Wongi, az eredeti nagyon hamar elfogyna. Mondjuk pár percen belül, kritikus szint alá. Bizony, neked is, nekem is, mindenkinek. Elfogyna, és az lenne a halálunk, hogy akár fulladás, akár egyéb, egyszerűen pillanatok alatt így puff, az égési folyamat leállna, a Wongi a kritikus szint alá csökkenne, mondjuk tüdő, agy, szív és érrendszer környékén, és akkor már az összes többi az nem bírja. Ugye az az érdekes, hogy a meditációkban ezt a Kongit, ezt nagyon hangsúlyozzák. Ha körülnézel az összes iskolában, legyen Theravada, Mahayana, Zen, egyéb, az alapvető dolog egy testtartás, a lélegzet, és mentálisan különböző felépítmények vannak rajta. És hogyha fókuszálni akarsz, és a tudatodat igazából a pillanatban tartani, ebben a testben tartani, ebben a helyzetben tartani, ahhoz a lélegzet elengedhetetlen. Tehát Wongi, ami benned, Dégi, ami a világban, Kongi, ami a kettőt összeköti. És aki egyhegyű, központosított, vagy akár gyógyító meditációt folytat, annak látnia kell, hogy a lélegzet elengedhetetlen. Az az érdekes, hogy amikor a lélegzeteddel te teljesen tisztában vagy, és abszolút uralod, és abszolút tudatában vagy, akkor a gondolataid vagy elcsitulnak, vagy épp akkor nincsenek is. És ezt hívjuk egyéválásnak. Akkor az egyén, mint gondolat folyam, mint érzelem folyam, mint az egoitásnak egyfajta érzete, amikor az egyén az akkor nincs. Amikor a Wongi, a Kongi és a Dégi egyé válik, ezt hívjuk Hapkinak, vagy egyesített, harmonizált energiának. És gyakorlatilag minden ilyen transzcendens iskolának az egyik rész célja, hangsúlyozom, részleges célja az ez. Tehát a világgal való egyéválás, a saját egyéniségetől, a saját falaitól való megszabadulás, a saját gondolataidhoz, érzelmeidhez való nem ragaszkodás, ez pontosan ezáltal lehetséges, a Wongi, a Kong és a Dégi
egyé válik. Ez azért ennyire lényegi, mert amikor az ember a gondolatairól próbál meg valami képet alkotni, talál 10 000 félét belőle. Érzelmek ugyanez. Önmagáról és másokról alkotott képzetek ugyanez. Tehát 10 000 féle dolgot lát, és valahol a gyökerét, a mozgatóját keresed. És ez nem más, mint az energia, amiből az egész jön. Okay? Az a gyökér, amiből ezek a virágok kisarjadnak, és ezek a gyümölcsök keletkeznek. Na most itt van végül is a kutya elásva, és ha visszafordítod magadba, most csak magunkról beszélünk, ezt az energiafolyamatot, az emberi testen belül is különböző energiaállapotok, energiaközpontok jelentkeznek, és figyelhetők meg. Ezeket szanszkritul csakráknak hívjuk, ezt szerintem mindenki tudja ebben a teremben, hogy ezek mit jelentenek, de azt is érdemes tudni, hogy mit nem jelentenek. Ezeket a szanszkrit szavakat, ugyanúgy, mint a jogát, a zent, a pránát, az összes többi ilyen nagyon közszájforgó szavakat, adott kultúra nagyon sokféle jelentéssel ruházta föl. És ezen jelentések közül van, ami megállja a helyét, tehát működik, és van, ami nem. A csakra eredetileg kört jelent. Semmiféle misztikus, mágikus tartalma nincs, kört jelent. És ez a kör rendelkezik egy középponttal és tartalommal. Ez a tartalom különbözteti meg a körvonalon kívüli világtól, mert a körvonalon belül valami más van, mint azon kívül. És ennek van egy központi tartalma, vagy éppen középpontja, ami jellemző a körre magára. És ezért hívják az emberi test különböző energiaközpontjait energiacsakráknak, mert itt többet találunk az emberi energiából, a vongiből, mint egyébként más helyein a testnek, sőt, bizonyos tartalommal, tudattartalommal bírnak. Lássuk be, hogy az energia és a tudat, az nagyjából úgy néz ki, mint egy pénzérme, ahol az egyik oldal az energia, másik fele pedig információ. Hát ez az a helyzet, amikor beszélhetek homlokcsakráról, beszélhetek gondolati energiáról, és beszélhetek gondolatokról is. Fizikából ez ott fogható meg, hogyha a fényt ugye, egyik szinten vizsgálom, akkor az hullám természetű, ha egy másik szinten, akkor pedig részecske természetű. És egyszerre mondhatom rá, hogy fény. De hogyha ugye két résen átereztem, akkor megjelennek a fekete és fehér csíkok, ha pedig egy fotonreceptor fel, akkor látom, hogy ott vannak a fotonok. Tehát részecske is lehet, és hullám is lehet, a kettő gyakorlatilag egyszerre igaz. Erre az energiára egyszerre igaz az, hogy energia és tudattartalom, tehát információ egyszerre. Magyarul érzed a hőt, és tapasztalod a saját gondolataidat. Érzed a torkodon a nyomást, és egyszerre hallod a beszéd hangot. Érzed a szívtájékon a nyomást, mert több az energia benne, mint mondjuk a válladban és a könyöködben, és tapasztalod az érzelmeidet. Oké? Tehát így van a részecske és az energia egyszerre. Az az érdekes, hogy amit részecske szinten, jelenség szinten, érzelmek, gondolatok szintjén nem tudsz elintézni, azt energia szinten el tudod intézni. Oké? Ez egy mélyebb, gyökeresebb szint, és gyakorlatilag az energia típusú gyógyítás az erről szól. De amiről nem szól, az az, hogy a te saját karmádat elvegye. Ez már a Buddha idejében nyilvánvaló volt, hogy egyik ember a másik tudatát lényegileg nem tudja megváltoztatni, az energia szintjét, az energia minőségét tudja átmenetileg tisztítani, de a saját karmáját elvenni nem tudja. És ez nagyon fontos. Ideig, óráig tudunk egy másik ember testén, energetikáján, érzelmei, gondolatain ideig segíteni, de ez legjobb esetben arra jó, hogy visszahozzuk őt az eredeti működő állapotba, és inspirálja őt egy olyan praxisra, olyan szellemi gyakorlatra, amelyben a saját karmáját meghaladva már nem termeli ki ugyanazt a betegséget, már nem gyártja le azt az önpusztító mintázatot, amivel a betegségét eredetileg előidézte. Így az ember testében és tudatában különböző középpontok vagy csakrák vannak, és kezdjük ugye az egyik felsővel, a gondolattal, ami nem a legmagasabb rendű, de hát mégis ez az, amit a homlokunk közepén van, és ez gyártja az összes dualisztikus gondolatainkat.
Ezek nem jók és nem rosszak ezek a gondolatok, ha okosak vagyunk, akkor büszkék vagyunk rája, hogyha pedig nem vagyunk annyira okosak, akkor azt kívánjuk, hogy bárcsak olyan okosak lennénk, mint azok, akik okosnak gondolják magukat. De ez egy dualisztikus, konceptuális gépezet. Ez nem jó és nem rossz. Egy csomó mindenre képes ilyen digitális eszközök legyártására, de képes ennek a Földnek az elpusztítására is. Ugyanaz. Az az érdekes, hogy az emberben benne van a végtelen magasság és a végtelen mélység lehetősége minden vonatkozásban. És az, amikor fogalmi gondolkodást gyakorlunk, azt nagyjából ide központozhatjuk, tehát hogyha gondolati diszharmónia áll be az életünkben, akkor itt bizony fejfájást tudunk kapni, és az egyéb részeken belül itt a kijáraton is, mert ahogy tudjuk, hogy a csakrák az nem ilyen lapos, korongszerű képződmény, de ez egy csatorna, kérem szépen, például a homlokcsatornának itt van a bejárata, és itt van a kijárata. Most képletesen kell a be- és kijáratot gondolni, nincs ajtó, de itt van egy, és itt van még egy is. Ez gyakorlatilag ugyanaz a csatorna, kérem szépen. Torokcsakra ugyanígy torkon jön ki, ugye, nyakcsigolyáknál jön ki. Szívcsakra pedig a két lapocka között hátul. Na most ezeknek a tartalmát, hogy az előbb beszéltem, energia és jelenség tartalma van, ezeket ismerjük. Tehát tudjuk azt, hogy amikor gyomorszájon vág a félelem, akkor itt ezen a másodlagos gyomorszáj csakrán, amit a taoisták megkülönböztettek a többitől, itt a negatív érzelmek gyomron vágnak, és ha túl sok energiát kap ez a negatív egyenhely, akkor gyomorfekély egyebben szépen ki tudnak alakulni, itt pedig ugye szívinfarktus és hasonló, itt pedig, hogyha gondolatilag töltjük túl magunkat, akkor egy agyvérzés típusú gátlás alakul ki. Ez már a szervezetnek egy nagyon kemény visszaszólása, hogy ugyan már ezt ne, mert ez így nem megy. Van viszont egy muladára csakra, vagy tantien, koreai tanjon, japánul hara nevezetű csakránk, ez a köldök csakra, ez kb. 4 unnyival a köldök alatt van, de alsó kettőről mindenki tudja, a nemi szerv és a gyökér csakra, és itt van a felső, a korona, erről majd kicsit később. Ez a bizonyos tantien vagy muladára csakra az, ahol az energiát még nem differenciálódott. Nagyon fontos pont, ez a testnek a fizikai súlypontja, középpontja, és egyben az a hely, ahol még tudatodat nem differenciáltad érzelemre, beszédre, gondolatra, nem folytattál vele érzékszervi tevékenységet, és nem is folytattál nemzetszaporító tevékenységet vele. És ezért, ha megnézed a tibetiben a mahamudra, a dzogchen, a zenben pedig a chan, a son és a zen, ez a japán-koreai, kínai megfelelés, ez mind a köldök csakrával dolgozik. És azért dolgozik ezzel, hogy a tudatot egy olyan eredeti állapotba hozza, ahol még az énséged nem alakult ki, ahol még az energiádat nem differenciáltad érzelemre, gondolatra, stb. És így a hongi, a dégi egyéválhat a lélegzeted a kongi által, és elérheted az egyéváltság, a letisztult tudat állapotát. Tehát ez a szellemi gyakorlatnak a célja. És ennek az egyik folyamánya lehet az, hogy egy nagyon egész életet élsz, hiszen amikor egyéválsz a világgal és a világegyetemmel, akkor ez egy egyévált harmonikus energia, ahogy mondtam, haki, koreaiul, és ez áthat másra is. És ez az, amivel az öngyógyítás képességét fel tudod ébreszteni másban is. Egyébként csak kezelsz. Kezelni lehet, hát csak tünetet. Gyógyítani pedig akkor, amikor te is meggyógyultál már. És ez mélyebb szinten, nem pedig fizikai szinten, csak is tudatilag képzelhető el, amikor a saját dualisztikus téves nézeteidet a lehető legteljesebb mértékben meghaladtad, és elérted azt a tudatot, ami tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, teljes és gondolkodás előtti. Ha ennek egy picit nagyobb hangja lenne, így jobb, akkor amikor ezt hallod, akkor nincs gondolat. Ezt szokta a zen, az zen stílusa arra használni, hogy legalább egy pillanatra demonstrálja azt az állapotot, amikor a tudat nem gyárt le dualisztikus gondolatot, fogalmi alapú szavakat és dualisztikus érzelmeket. És amikor visszatérsz abba az állapotba, amikor ilyen dualitások nincsenek, azt hívjuk az egység állapotának, és ezt tudatilag kell megalapozni.
Ha tudati alap nincs, akkor sem energetikailag, sem fizikailag nem vitelezhető ki. Ezt a saját korlátaidból tudod. Meddig tudsz gyógyítani? Mi az, amit meg tudsz gyógyítani? Ki az, akit meg tudsz gyógyítani? Ki az, akinek a betegség erősebb nálad? Érted? Mert ez nagyon fontos, hogy ezt a saját tudatod dönti el, méghozzá úgy, hogy melyik tudat egységesebb, melyik tudat erősebb, melyik tudat van jobban szétesve, szétcsúszva, szétszakadva. Ez itt dől el. Oké? Minél egyéváltabb vagy, minél tisztább vagy, annál erősebb vagy. Az erő az nem ott kezdődik, hogy az izmodat feszegeted és nagyokat fújsz, ugye? Tehát nem ugye különböző ilyen szellemi súlyemelésről van szó. Inkább visszatérésre egy olyan állapotba, ami az univerzumban egységes. Ez a legnagyobb erő. Ezt nem izomban, kalóriában és kilovoltban mérik. Oké? Tehát ez lenne itt a bevezető. Lehetne még ezt nagyon sok megdagozni, de ahogy mondtam, inkább nem ragozom. És ez a mágikus 20 perc az eltelt, és akkor most ti jöttök. Ugyanis a kérdések függvényében van további tanítás, és én nagyon biztatok arra mindenkit, hogy ne csak pogácsát tegyünk, azt is, mert nagyon finom, hanem szellemileg is táplálkozzunk, és mostantól fogva már interaktívan tétek a szó. Kész feltartás, szólítok, és lehet kérdezni. Kinek van kérdése? Első. Miben? Ez az apon, miben kerültél bele? A figyelmem akkor, és ez az az egyetlen hely, akkor egyszerre érzem azt, amit örültem van, és azt is, hogy az milyen hatást gyakorolám, és milyen hatással van benne annak. Elsősorban gratulálnom kell, mert belekerültél a tantiénbe, ez nekem 20 éve nem megy, pedig dolgozom rajta nagyon. Nem tudom másképp fogalmazni, de... egyszerűen érzékeltem magamat bent is, és kit is egyszerre. Jó. Ez még, mert mindig valakint vagyok, hogy be. Na most, amíg viszont az érzékelés és az érzékelő kettőssége fönnáll, addig mindig kiesel belőle. Amíg az van, hogy kint és bent, addig kiesel belőle. Amikor a pillanatot megtartod úgy, ahogy az van, tiszta, tükörszerű tudattal, amikor a szőnyeg fehér, a matrac kék, ezt pedig nem mozdít meg, nincs kint és nincs bent, akkor meg tudod tartani ezt a pillanatot, és meg tudod tartani azt a tudatot, amelynek a gyakorló helye a tantiemben van, de eredetileg nincs ide korlátozó, mert ez egy nagyon kicsi hely, de ezt használjuk ahhoz, hogy elérjük. Mint ahogy elektromosság mindenhol van, itt ebben a levegőben, és most nagyon sok 10 000 volt szágúd át rajtunk, csak az amper az nagyon kicsi, amit elpusztulnák. Itt hatalmas feszültségek mennek át rajtunk, de a középpont az ott van, a konnektorban. Tehát, hogyha áram kell, oda megyünk. Ha gyakorlat kell, ide megyünk, de az eredeti tudat sokkal nagyobb, mint a tantien. A tantien az nagyjából egy 200 forintosnak felel meg, kicsit még be is megy, de nem akkora. Szerencsére sokkal nagyobb. Eredeti formájában nincs tere és nincs ideje, magyarul végtelen tér és végtelen idő. Tehát, pillanat, tehát ha azt mondod, hogy belekerültél a tantiembe, és ez az eredeti tudat állapotát jelenti, akkor nem kerültél be sehova. És ez így jó. Csak ez azt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Azt jelenti, hogy ha ebben a pillanatnyi tiszta tudat állapotában vagy, akkor minden pontosan úgy van, ahogy van. És nem alakul ki róla dualisztikus reflexió. Sem gondolatilag, jó vagy rossz, érzelmileg, szeretem vagy nem szeretem. Minden pontosan úgy van, ahogy van. Úgy működik, ahogy a valódi ok és okozati kapcsolatok diktálják. És ebből tudod, hogy benne vagy. És gyakorlatilag, ha benne vagy, akkor elfelejted, hogy benne vagy. Ha megjelenik az, hogy benne vagyok, már kinn is vagy belőle. Oké? Emézd meg, ne reflektálj, mert sok. Következő pillanat. Később. A következő. Nem.
nem, ez a megvilágosodás, ez megint egy olyan probléma, mint a zen, meg a jóga, meg azért rengeteg jelentéstartalma van, a legtöbben egy ilyen 1000 wattos égő kigyulladását szorgalmazzák, úgyhogy kinyílik különböző ilyen vészkijáratszerű csakra, így a fejünk tetején, stb. Nem. Hagyjuk. Ez egy olyan segédfogalom, ami lehet, hogy 2500 éve még nagyon jól működött, de már 800 évvel Krisztus után a Tang dinasztiában Lingzi Rinzai Imdzse zenmester merte azt mondani, hogy a megvilágosodás kiejtése az ajkaidon már olyan, mintha egy vödör szart öntenél a fejedre. Nem rólad szól. Ez akkor, ez arról szól, amikor az emberek már annyira túlhasználták ezt, és annyira a vihárról beszéltek meg a megvilágosodásról, hogy már te sem használhatatlan lett. Elkoptattál. Tehát ne koptassuk tovább, gyakoroljunk. Jó? Más kérdés? Nekem egyszerűbb, vagy távolabbi kérdésem van. Én ugye itt vagyok Európában, azon vagyok európai, itt van a hazánk. Hol vált el ez a két gondolatvilág, az európai és a távol-keleti, hogy ennyire külön utakon járt egymástól? Hol veszett ki ez az egész része az európai gondolkodásból? Két miért? Gyakorlatilag történelmből nem vagyok jó, de két dolgot szeretnék megemlíteni. Nagyjából akkor, amikor az eszénusokat úgy beszüntették, akkor tűnt el a meditáció, és a nicciai zsinatban, amikor pedig kivették az elméletet is. A gyakorlat akkor szűnt meg, amikor a gyakorlókat eretneknek nyilvánították, és elméletben pedig akkor, amikor a nicciai zsinatból kiirtottak mindent, ami utalt egy tudati önállóságra. Mondjam tovább? Nem mondom. Tessék, további kérdés. Hol? Kitől? Hát ő nem mondott tovább. Kár? Igen, az már Google, az már Google, az már nem én vagyok. Tessék megkeresni. Maradok a saját kaptafámnál, mert akkor legalább az a spanyol csizma kerül rám. Na jó, de történelem az azért egymásra épülő. Iszonyat hívott. Azért nem megyek bele. A történelmi tudat az nem rólunk szól. Hiába vagyunk következményei jelenség szinten. De volt egy Dongsan nevezetű zenmester, aki egy nagyon komolyat mondott. Azt mondta, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolódott tudat nem érheti el a megvilágosodást. És próbálj meg abban a tudatban élni, akármennyire is európaian gondolkodunk és vállaljuk az identitásunkat, egyéni és csoportos identitásunkat is. Próbáljuk egy olyan tudatot elérni és abban élni, amely nem oszlik fel múltra, jelenre és jövőre, tehát tisztán látja a múltat, a jelent és a jövőt. Ezáltal ezt a pillanatot sokkal tisztábban tudjuk művelni, vagy sokkal többet tudunk egymásnak segíteni, ha nem látjuk, hogyha látjuk azt, hogy nem kell szétszakadni múltra, jelenre és jövőre, nem kell determináltatnunk magunkat bizonyos történelmi tények által, hanem azok teljes ismeretében és teljes használatával abszolút ezektől függetlenül tudunk működni. Itt tartva tükkérted a hagyományos európai gondolkodást. Egyiket sem tettem. Megpróbáljuk meghaladni. Mint ahogy megpróbáljuk az ázsiait is meghaladni. Nekem is. Ismerkedem vele. De azt jelenti, hogy muszáj felvállalnunk, megismernünk azt, ahova születtünk, de nem függhetünk tőle. Ezért gyanús, ugye? De pont az így. Pontosan. És ezért gyanús, mert oda fölfelé mutat, egy transzcendens irányba mutat, és ezt az uralkodók nem szerették, ki is írtották még. Vagy pedig, ahogy ezt Koreában tették a konfuciánus uralkodók, egy kis történelmi morzsa, ugye, de már nem nyugatik, nem kellett. Mondom, látom, érdekel, mondom. Tehát azért volt, konfuciánus uralkodók, amikor a Tang dinasztiának már Koreában vége volt, ez a 10. század, tehát ott ömlött át a zen, tehát olyan átadási vonal volt, így évszázadokon keresztül szerzetesek generációján hozták át a Tant. Ez nagyjából a 6. század kezdetétől a 9. század végéig ment, és a legbuddhistább dinasztia, a Silla dinasztia egyesítette is a három Koreát, Silla, Koguryo, Pekcse. És ez a mai viszont Dél-Korea úgy egységesen, úgy Tsuzamen egy nagy gyönyörűséges állam volt, uralkodóházakkal, egy kis belviszájjal az ugye mindig van, de egységesen. Na most, amikor a Yi dinasztia a 10. század vége felé, ugye, 975-től.
elkezdett uralkodni, akkor rájöttek, hogy a buddhizmus az ugyan már nagyon-nagyon szabad szellemű, mert azt mondja, itt térek vissza erre a meghaladott gondolkodásmódra, hogy meg lehet szabadulni a földi kötöttségeitől. El lehet érni egy olyan tudatállapotot, amely például nincs múltra, jelenre és jövőre szétszakítva, amelyik nem függ az inkarnációtól, amelyik meghaladja a születés és halál állapotát. Ez egy sokkal szabadabb tudatállapot, mint amit az uralkodók szeretnek. A Yi dinasztia ugye, mivel a nagyon komoly Silla után következett, ami mégiscsak 4-500 év volt, ezért nem óhajtotta kiirtani ezeket a szellemileg egyébként igen művelt embereket, mert hirtelen az államapparátus is kiürült volna, akkor ott mindenki 100%-ig buddhista volt. Ha mondjuk ezeket úgy elteszik az útból, akkor nincs, aki ottan menedzselje a dolgokat. Tehát fogták magukat és azt mondták, hogy a zen vagy szont, azt feküdjük a hegyre, városban nem lehet templom, nem taníthat, nem koldulhat, nem jelenhet meg. Ha megjelenik, akkor zsúgy. Börtön vagy, fővesztés vagy, kötél vagy egyebek, de szeretjük a szutrákat, szeretjük a ceremóniákat, szeretjük mindazt, ami morális, etikai és egyéb tanítást adott a népnek, és ezt viszont felhasználjuk a társadalom kondicionálására. Tehát ez a nevelési funkció. A kultikus része, ami a ceremóniákat illeti, ez a konfuciánus őstiszteletben, ugye, az ősapa a Tangön Hanabodzsitól így lefele piramisszerűen, mindenkinek, de évente többször, család, közösség, ország, rend, uralkodóház, mindenkinek, ceremóniák, ennek megvolt a maga hatása, ez nagyon jó közösségteremtő funkció volt, de a megszabadulásról és a meghaladásról, erről a pontról már nem szólt. És ezt hívjuk a szellemi út elvilágiasodásának. Az elvilágiasodott rész az azt jelenti, hogy csak azt a társadalmi igényt elégíti ki, amit az emberek meg tudnak fogalmazni. Pedig egy szellemi dimenzió sokkal mélyebb bennél. Tehát egy szellemi tana sokkal többet sokkal többet átad, mint amire igény van, és amit föl tudnak fogni. Az embereknek pont fordítottan kéne gondolkodni, hogy alkalmassá tenni magukat arra, hogy befogadják azt, amiről eddig nem is gondolkodtak, mert nem gondolkodhattak. Tehát aki kétdimenziós, ez nem fog arról kérdezni, hogy a Z-tengely mentén mi van, mert csak X-et meg Y-t tud. Oké? És ez egészen így maradt 1910-ig, és akkor a japánok ezt az egészet szétbombázták. Tehát szó szerint társadalmilag, fizikailag, egyéb szempontból. De volt egy hatalmas előnye a Yi dinasztia féle konfuciánus korlátozásnak, ami hát egyfajta szellemi számüzetéssel ért föl. A zen buddhizmus maga Koreában nem tudott elvilágosodni, mert ott volt fönt a hegyen. Nem szolgált ki olyan uralkodói érdekeket, mint például Japánban, ugye az 1860-es Meiji restauráció után. Ez egy nagyon komoly dolog. Azért komoly, mert most ez a kvázi hegyi forráson megmaradt koreai buddhizmus sokkal tisztább, sokkal erősebb, sokkal jobban felhasználható, mint korábban szinte bármikor, mert a világ odakint, főleg nyugaton olyan egészen más irányba ment, hogy a mostani problémákat egy tiszta forrásból jövő ázsiai irányzattal sokkal jobban lehet kezelni, mint szinte bármi európaival. Az európai gondolkodásmód nagyon szép, nagyon jó, de magánviseli mindazokat a problémákat, amiket nagyjából a pápai állam alakulásától Szent Tamáson keresztül viselünk magunkon, kérem szépen, magyarul nem tudjuk a saját magunk által teremtett dualitásokat feloldani. És ebbe szó szerint belebetegszünk. Oké? És amikor egyfajta meghaladó bölcsességről van szó, vagy Prajnaparamitáról, az önmagában már energiát hordoz. Most gondold el, hogy mindaz, amit széthasított a tudat, az visszatér egybe. Micsoda erő van abban? És nem muszkuláris. Következő kérdés. Most még többségben vannak azok, akik nem kérdeztek. Lehet jelentkezni. Tessék! Szeretném megkérdezni akkor, hogy a nevelésben mi lenne a legfontosabb, amit tehetünk? A nevelésben a legfontosabb az, hogy meg tudjuk válaszolni a gyerekek kérdéseit. Meg tudjuk? Nem. Kellőképpen nem. Úgyhogy, majd később. Ez a régi vicc, hogy miért van négy lába a zsiráfnak apuka? Nem tudom, fiam. Miért csíkos az ebben? Nem tudom, fiam. Miért megy a kígyó? Nem tudom, fiam. Anyuka megszól, hagyd már apádat, ne vegzáld! Erre apuka visszaszól anyukának,
hagyjad anya, itt tanul a gyerek. Na, szóval itt tanul. Ez azért érdekes, mert a gyerek egy ideig nagyon élénken kérdez. És hogyha érdemi válaszokat kap, és rólatok van szó, Prücskök, hogyha érdemi válaszokat kap, az nyitja a tudatát kifele, de szélsebesen, és abból egy másik nagyon jó kérdés születik. Meg lehet figyelni. Egy ideig ugye elgondolkodik, beépíti egy ideig óráig, és utána kérdez egy másikat, ami jó kérdés, mert egy jó válaszból született. Oké? Okay? És hogyha csak úgy elodázzuk, meg oda kerünk valamit, meg a saját félművetségünkből odavágunk valamit a szerencsétlen elé, akkor azt, hogy nem tudja megállni, nem tudja meghaladni, mert kicsi, nem szerzett még alternatív ismeretet. És egyszerűen fogja meg, és elveszti az érdeklődését. Aztán még egy ideig makacs, utána pedig elkezdi a saját ismereteit máshonnan, más forrásból gyarapítani, egyszerűen azért, mert érzi, a kölkök hihetetlen intuitívak, de valami elképesztő. És ezért jó velük így együtt lenni, mert egyszerűen nem tudnak hazudni. Tehát ez egy késői képesség, mert az intellektus megtanul dupla rétegesen gondolkodni, tudja, hogy mi a valóság, és tudja, hogy mit akar a valóság helyett, csak kettő között egy féregjukat teremt, ami gyakorlatilag egy hamis információ. Fogja magát, és elkezd azért hazudni, hogy egy alternatív valóságot teremtsen. Na, ez nincs meg bennük. Ez egy későbbi képesség, nem úgy születnek, hogy ezt tudják. Aztán megtanulják ki 3, ki 5, ki 7 éves korában, és akkor megy fölfelé. Tehát elsősorban a nevelésnek az az igazi feltétele, hogy mi magunk meg tudjuk válaszolni a gyerekek kérdéseit. Ez az egyetlen egy dolog. És ha valamint, bocsánat, nem tudom. Akkor el kell vinni őket oda, ahol tudják. Tehát ezt én nem tudom, hónap megmondjuk, mert elviszlek téged Szabó bácsihoz, ő tudja, mi a tű, cérna, olló, és megmutatja neked. Tehát gyakorlatilag igazából csak az a felelősségünk, hogy a megfelelő tükör elé állítsuk őket, és hogyha ez megtörtént, akkor a megfelelő információt fogja kapni. És ez a tudatát kinyitja, és nem bezárja. És nem teremti meg azt az érzést, hogy egy dupla rétegű realitást teremtettünk, amit mi szeretnénk, meg ami valójában van. Ezért nem szabad fals információt adni neki, mert megteremtem azt a hogyan meta réteget, ami nem igaz. Ami nem igaz, és beleszokik. Tehát van, aki léthazugságba születik, mert nem merjük a gyereknek elmondani, hogy az élet valójában micsoda. Mert azt szeretnénk, hogy az olyan legyen, ami ennél mit tennénk. De nem sikerült. Csak szeretnénk. És ezért szeretnénk sokszor azt, hogy a gyerek betöltse a mi álmainkat, hogy az legyen, amivé mi is akartunk volna lenni, de nem lettünk. Ez az egzisztenciális léthazugság. De aztán van egy komolyabb, amikor a lét legmélyéről, az életről, a halálról, a férfiról, a nőről, a jövésről, a menésről, tehát erről nincsenek megfelelő ismereteink, de oda kenünk valamit, hát ha majd beéri vele. Hát nem fogja. Tehát gyakorlatilag az őszintesség, az alaposság és az odafigyelés és az önmagunk vállalása az a kulcs. Hogyha tudok valamit, akkor azt megmondom. És nem mást mondok helyette. Hogy mennyit mondok belőle ott, és akkor az tényleg a percepció múlik, hogy mennyit bír el belőle, mert kvantumfizikát nem lehet nekik tanítani, pedig az anyagnak az alapja az mégiscsak ott valahol lent rezzeg, mint a húrok. De a lényeg az, hogy nem lehet nekik hazudni, külön megteremtem azt a tudatformát, amelyik nem igaz. Egy igaztalan tudatot teremtek ezáltal. És hogyha pedig nem tudok valamit, akkor realizáljam, hogy ezt nem tudom, és vigyem el ahhoz, aki tudja. Elég nagy feladat, ugye? Más kérdés? Tessék, egy és még egy. Igen. Nekem is, folytasd. És arra gondoltam, hogy ha én most tegyük fel, most itt ma egy felfogadó, amit elmondtam. Isten ments, de mondja. Jó, de és ezt úgy adom, mondjuk a gyerekemnek, hogy ezt ő csinálja, és minden utána is járjon, és kövessetik utat. Szóval, hogy az, hogy mi az igaz, az nagyon nehéz eldönteni, mert azt gondolom, hogy én ezt most igaznak gondolom, és a gyerekem is ezt az utat válaszol, mert ő egy másik. De szerintem azt jelenteni, hogy most ez igaz, hogy teljesen más utat kell válaszolni, azt, hogy
Mi az igazság az dolog? Mi az igazság számodra most? Olyat mondja, ami ennyi szem közt is elmondható. Segítek, repülőgép megy a fejünk fölött. Gyerek sétál itten, nekem jobbra, neked balra. Ez az igazság, és ez ennyire egyszerű. Igen, de vannak igazságok, egyszerűek. Azokat is ennyire egyszerűvé kell tenni. Nem lebutítani, leegyszerűsíteni. Más. Más. Megtartod a minőséget, de nem butítod le. És nem hagyod, hogy szétcsattanjon 10 000 borzalmasan bonyolult, egymásba kapaszkodó, egymás megsemmisítő gondolatba. Ne azt mondd a gyereknek, amit igaznak tartasz intellektuálisan, mert érezni fogja, hogy nem emésztetted meg. A hit az csak az, amit tapasztaltál. Semmi több. Tehát a tapasztalatból legyen a hited, és nem abból, amit a logikád, az érzelmeid, a különböző intellektuális és érzelmi funkcióid eléd bevetítenek, mint igazat. Ha ez, mint nagyon sokan ugye gyárilag így csinálják, hogy amit gondolunk, azt elhisszük, amit érzünk, azt elfogadjuk. Ezt már tudjátok a saját csalódásaitokból és a saját válságaitokból, hogy ez nincs így. Csak jó esetben van így. Ha a tudatod tiszta, elfogadhatod azt, amit gondolsz. Ha a szíved tiszta, elfogadhatod azt, amit érzel. De ha nem, akkor öncsalás van, és utána pedig mások megcsalapása is. De ez anyám, szépet rajzoltál, tudod. Ugye? Kérem? Na, a lényeg az, hogy amikor az tapasztalattá válik, akkor a tiéd. Nagyon szépen köszönöm. Nem biztos. Azért mondtam egy olyan igazságot, amit most mindannyiunk tapasztalt. És még mindig megy a repülőgép. Dehogy nem. Ugye? Ott van. Ugye? Tehát, amit mindannyian tudunk tapasztalni, az most mindannyiunk számára igazság. Amit látsz, amit hallasz, amit szagolsz, tapintasz, ízlelsz, és saját magad számára, amit gondolsz. De ha ezek közül bármelyikhez is ragaszkodsz, akkor megcsalod magad. Tehát, hogyha valaki elképzeli, hogy most egy űrrakétán ül, akkor öncsalást követel, mert nem egy űrrakétán ül, hanem egy sokkal jobb helyen van itt. Ugye? De ez egy nagyon fontos dolog, hogy az igazságot ebben a pillanatban tiszta tudattal való tükrözés útján ismerjük meg, és egy intellektuális tevékenység, állandó könyvolvasás, stb. Tehát a hitet azt a tapasztalattal kellene egyesíteni. Viszont a tapasztalat az nem csak érzékszervi. És itt van a szellemi útnak óriási jelentősége. Hogy tapasztalhatod azt, ami nem szem, fül, orr, nyelv, test és értelem. Ezt lehet tapasztalni. És ebben lehet hinni, mert ezt a tapasztalatot nem veheti el tőled senki. Ha más tapasztaltál, akkor az a tiéd. Oké? Okay? És ilyenkor a hit az iszonyatos erőket tud megmozgatni. Ugye ezt egyik nagy tanítónk mondta, hogy hegyeket. És azért tud hegyeket megmozgatni, mert a hit az valójában annak a tapasztalata, ahogy ez a világ működik. Meg ahogy te működsz. És alapvetően, ahogy a világ működik, a másik ember működik, meg ahogy te működsz, az alapvetően nem különböző. Ezt hívják darmának, vagy törvénynek, vagy tannak. Oké? Okay? Tehát a hitet azt nem kell külön nagy piedesztára helyezni, az valami távoli, az az, amit a tapasztalatod alapján tehetsz. És ezért, hogyha már jellemezzük, akkor az élő hit az az, amivel tudsz kezdeni valamit, ami pedig halott, az a pedig semmit. Az egy ideagyűjtemény. Tehát ezért érdemes a tapasztalatoddal egyesíteni, és a tapasztalatodat olyan magas szintre emelni, amilyenre csak lehet, és annak a gyerek hinni fog. Az olyan elképesztő módon, hogy ő érzi, hogyha valaki 20 évet boxolt, mert abból 20 év box jön. Ha valaki 20 évig box újságot olvasott, abból meg más jön. Ugye? Tehát ez teljesen más, kérem szépen. Elmondanám a zennek a 4 alapelvét, ami idáig az egészet életben tartotta, és meglehetősen szerintem erősen. 1. Nem támaszkodás az írásokra. Közvetlenül az ember tudatára való irányulás.
megvilágosodás az ember természetének, lényegének megtapasztalása által segített, és tudattól tudati, ortodoxiától egyébtől független átadás. Tehát tudattól tudatig való közvetlen átadás. Ha ezt a négyet egybe veszed, mi az, ami ebből nem világos? Ha ezt a négyet egybe veszed, ez gyakorlatilag az összes vallásos egyéb problémát megszünteti, mert amit eddig kultusznak gondoltál, abból praxis lesz, és amit eddig hiedelemvilágnak gondoltunk, abból tapasztalat lesz. És így egy hatalmas tisztulási folyamat áll be. Magyarul nem támaszkodsz az írásokra, elolvashatod őket, csak nem az az abszolút. Ez egy relatív réteg. Közvetlenül a saját tudatodra irányulsz, megkérdezed, hogy mi ez, mi vagyok. Oké? Okay? És utána, harmadik, megvilágosodás az ember lényegének megtapasztalása által. Magyarul nem valami különleges, elvont valamilyen állapotra gondolunk, hanem arra a tudatra, ami a világ, te magad, az összes lényege egyben. Ami nem keletkezik és nem szűnik meg, nem rossz és nem jó, nem múlt, jelen és jövő, nem születik és nem hal meg, és a többi, és a többi. Ez érdekes, hogy azt lehet mondani, hogy mi az, ami nem. Mert nem tudom megmondani, hogy micsoda, mivel nincs neve és nincs formája. Nincs fix tulajdonsága, nincs alakja, mert nincs testesülése sem. De tapasztalható. És hogyha ezt tapasztalja az illető, akkor ezt át tudja adni. És a következő az a tudattól tudatig történő átadás. Ez egy kicsit olyan, hogyha igazából megnézed, a gyógyításnak egy magas foka az, amikor az öngyógyítás képességét felébreszted a másikban. És itt is, ha a megvilágosodás képességét, az úton való haladást felébreszted a másikban, akkor már egy hatalmas dolgot tettél. Ez a tudattól tudatig való átadásnak az első lépése, és az utolsónak abban a felállásban mondható, amikor a másikban ugyanaz felébredt már, ami benned. Ez több szinten érezhető. Orvos orvoshoz, fegyvermester fegyvermesterhez, szabóhoz, stb. Stb. Akkor működik. Ennek hisz a gyerek. Ez biztos, ezt érzi. És akkor ott van, ahol van, akkor úgy érzi, hogy a helyén van, mert mondjuk lópatkoló kovácsot keresett, és egy olyan ember talált, aki 20 éve lovakat patkol. És akkor csak arról van szó, hogy lópatkolás. És a gyerek azt megtalálta. Ezért megint csak egy adalék a neveléshez. Hihetetlen mennyiségű turnéra van szükség ahhoz, körbejárásra, elvinni őket emberekhez, találkozzanak ezzel, azzal, amazzal, ismerjék meg a világot, és autentikus személyektől. Ez egy óriási képesség, hogy amikor az ember nem látja, hogy egy gyerek melyik fejlődési fokát éli meg, ahhoz képest jól válasszon, és a megfelelő környezetbe tegye be. Már ez egy óriási adalék. De azt látom, hogy a gyereknek most sportra van szüksége, elviszem egy olyan sportiskolába, ahol kipróbálhatja magát, vagy népi mesterségek iránt érdeklését, gyorsan elzavarom egy táncháztáborba, vagy Erdélybe, vagy ilyen-olyan helyekre, ahol ezt ő megteheti. És ez már óriási dolog. És nem én akarom osztani az észt, és nem én akarom megmondani, hogy mi a helyzet. Na most, itt most mögötted volt egy kérdező, ha még él, és utána pedig visszatérünk oda. Igen. Él a kérdés? Megvan? Emlékszel még rá? Igen, kérdem, hogy elfogfelejtett. Hogy vagyunk? Igen. Hogy? Hát az előadás közben merült fel a kérdés. Ugyan jó. Vissza is jött, hogy arról volt szó, hogy valamivel okozzuk a betegséget, és azt meggyógyítjuk energiával, és hogy utána valahogy úgy kellene tenni, hogy ne jöjjön vissza a betegség. Az úgy kellene tenni, hogy ne jöjjön vissza, itt van a hangsúly, kérem szépen, mert így át lehet adni csomó mindent, és arra szükség is van, stb. De, ahogy mondtam, itt egy nagyon-nagyon komoly karmikus tisztulásra van szükség, hogy az illető ne gyártsa le ugyanazt a betegséget. Menjünk vissza a Buddhához. Nagyon érdekes, már az ő életében, az ő tanítványai között ez a dilemma előfordul, csak nem egyéni karma, egyéni betegség, hanem kollektív, csoportos betegség miatt.
A csoportos betegség például azt jelenti, hogy háborúznak. Ez is egy beteg állapot. Ugye, ahogy a szöveteit harcolnak egymással, úgy nemzetek is bírnak harcolni egymással, és totál hülyességekért. Tehát valami elképesztő, de egy identitás probléma, az belül rák, kívül hódítás. Na, a lényeg az, hogy amikor, hát igen, kérem szépen, majd erre visszatérünk, mit találtak itt az orvosok. A lényeg az, hogy amikor, hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy Buddha. És a Buddha idejében előfordult az, hogy Mahakásyapa, bocsánat, Mahamoggallána, aki egyébként ilyen nagyon mágikus indítatású emberke volt, észrevette, hogy a Kapila királyságot egy háború el fogja pusztítani. De így frankon, így tövig. És hát azt is látta, hogy ez miből fakad. A Kapila királyságot bizony nagyon komoly ksatriák, idézek, vezették, és ők nagyon sokat hódítottak korábban, és ez néha visszacsap, ugye faladja a másikat, és akkor őket is meghódítják. Ez így szépen körbejár, ezt hívjuk a szamszárikus körforgásnak, adó-kapoknak, ok és okozat visszafordulásnak, ahogy szeretjük. A dolognak az a lényege, hogy ezt megláttam, és oda ment a Buddhához, aki éppen meditált a fal alatt, és azt mondta, hogy magasztos baj van, el fogja pusztítani a királyságodat egy háború. Se szó, se kép, se hang. Mi? Nem akarsz tenni semmit? És a Buddha azt mondja, mert nem tehetek. Micsoda? Hát te vagy a megvilágosodott. Nem? Hogy nem teszel semmit? Nincs benned együttérzés a saját néped iránt? Azt mondja, mert nem tehetek. Kész. És erre Mahamoggallán azt mondta, na majd meglátjuk. Fogta magát, és az egész Kapila királyságot egy ilyen kis tálkába belevarázsolta, lefette, fölvitte a Tushita mennyországba, ott, ahol csak béke van, és várt. Tudta, hogy a háborúnak van ideje, és hogyha az az idő eltelt, és nem robbantották ki a háborút, akkor az nem történt meg. Adott idő után levette a kis tálkáról a fedőt, belenézett, és sajnos azt látta, hogy a királyságot, azt a kis miniatűr pici királyságot elpusztított egy miniatűr pici kis háború. És oda rohant megint a Buddhához, és azt mondta, hogy magasztos, te ezt tudtad? És azt mondta a Buddha, itt jön a poén, senki sem veheti el a megérdemelt karmát. Jegyezzük meg. A kiérdemelt vagy megérdemelt karmát nem lehet elvenni. De a gyökerét, azt ki lehet venni. Hát, hogyha kivetted a gyökerét, akkor az a fa már többet gyümölcsöt nem hoz. Ha egy cselekvés mintát megszüntettél magadban, akkor az a cselekvés már nem hoz több eredményt, mert nem teszed azt. Ha valaki lemond arról, hogy injekciós tűvel különböző anyagokat lőjön magába, és ezt nem teszi, akkor nincs meg az eredménye sem. Ez egy nagyon nagy eredmény. Nem lesz módosított a tudata, legalábbis ezáltal nem. Ha valaki leszokik az olyan érzelmekről, amelyek gyomorfekét okoztak neki, akkor az többet nem fog előfordulni. Ha valaki leszokik arról a gondolkodásmódról, amely migrénes fejfájásban jött ki, akkor az többet nem fog előfordulni. De ha valaki ezeket a gyökereket nem tépte ki, akkor ezek a cselekedetek, ezek az érzelmek, ezek a gondolatok újra megjelennek, és akkor az eredményük, a gyümölcsük is. És ezért van óriási jelentőség az önmagaddal való tisztában létnek, sőt a páciensben is ezt kell felébreszteni, mert a betegség megjelenése az gyakorlatilag négy nagy szférában átsuhan, és a negyedikben becsapódik. Tehát hárman suhan át, és a negyedikben csapódik be. Magyarul négy megjelenése van. Az első az intuitív, a második az érzelmi, a harmadik a gondolati, a negyedik a fizikai. Az intuitív az annyira lágy, annyira finom, annyira fuvalomszerű, hogy ezt legtöbbször nem érzékeljük, mert a tudat el van foglalva a saját hülyeségeivel. Szó szerint. És hogyha nem lennénk ezzel elfoglalva, akkor érzékelnénk azt, hogy ne csináld, mert így jársz. Ugyanis az csak a mi kis lineáris időnkben, ebben a testben igaz, hogy az ok és okozat különbözik. Egy magasabb szinten az ok és okozat ugyanakkor, ugyanabban a pillanatban jelentkezik, és ezt intuitíve tudod érzékelni. Ugyanakkor. Érdekes, hogy ezt más helyen, máskor meg tudjuk tenni, kihagyt azt az útra, beléd jönnek balról, pusztonnás kamion, meghaltál. Tehát ezt így egyszerre tudjuk látni anyagi szinten, de finomabb tudati szinten nem. Ez a baj. És hogyha az intuitív szintet túlzuhanja a tudat, akkor már az ok és okozat ketté vált.
Érzelmileg már egész másképp képezzük le ugyanazt a jelenséget, magyarul rosszul érzed magad tőle. Az ok már nem annyira világos. Gondolatilag már valami zavar van, már valamit nem értesz, de az oka nem világos. És fizikailag pedig megbetegszel, lebénulsz, lesántulsz, lázas leszel, stb. Fáj valahol, magyarul fájdalmad van és szenvedsz, de az oka nagyon ritkán világos. Tehát először intuitíve a tudatnak az egység állapotában kell érzékelni, hogy mi az, ami éppen most kilendíteni a betegség felé, és azt vissza az eredeti állapotban. És akkor nincs meg a kilendítés, nincs ok, nincs betegség sem. Oké? Ezekként a születés és a halálra ugyanúgy igaz, tehát sokkal magasabb szinten is működik ez a történet. De ha a tudat nem tisztult le olyan szintig, hogy önmagát ilyen szinten gyógyítani tudja, mindig külső orvos kell. Mindig. Ezt két orvos szülővel a nyakamban mondom. Jó? Tehát ezt... Úgyhogy volt itt kérem szépen különböző tudományos minősítő bizottság meg hasonló, de gyakorlatilag apám és anyám lévén rengeteget ebből a pszichofizikumból meg lehetett tudni, még az előtt, hogy az ember felnőtt volna nagyon. Ezáltal és a rákövetkező 20 év zen gyakorlatával mondom azt, hogy a tudatunk mindenre képes. Képes arra is, hogy megbetegítsen magunkat és másokat, és képes arra, hogy meggyógyítsa magunkat és másokat, de szigorúan magunkat először. Másokat olyan mértékben tudsz meggyógyítani, amilyen mértékben magadat, és azt sem teheted a másik ellen. Sőt, ha az egyetértésével teszed, akkor is csak odáig, amíg az illető saját maga nem tesz ellene valamit. És itt kell, hogy nagyon dolgoznak. Miért? Mert páciensnek lenni jó. Odafigyelnek rád. Szeretnek. Kiszolgálnak. És azt akarják, néhányan, hogy egészséges légy. Miért csak néhányan? Mert orvosnak lenni is jó. Mert akkor te vagy az úr. Akkor te vagy ott is. Te teszed azt, amit a másik nem tehet. Mert te meg tudod gyógyítani őt, de ő nem tudja meggyógyítani saját magát. Na, az igazi gyógyítás az lenne, hogy ezt a dualisztikus állapotot ugyan már számoljuk föl. A páciens ne akarjon páciens lenni, és állandóan gyógyíttatni magát. Az orvos meg ne akarjon állandóan gyógyítani, és ezáltal uralkodni, és ezáltal függő helyzetet létrehozni. És ha ezt ilyen irányban tesszük, akkor sokkal hamarabb sikerül egészséget elérnünk. Magunkban először, kívül talán, hogyha a másik engedi, hogy segítsünk neki. További kérdés? Visszatérve a sporthoz és a gyermekhez. Térjünk vissza. De csak a kérdekedvéért. A kérdés az a dogmatizáció. Amikor én nagyon sok mindenről meg vagyok győződve, és hitem van benne, mert valahogy ez belénk kerül, de természetesen nem a saját tapasztalásokról, ezért egyáltalán nem biztos, hogy ez igaz-e. De a gyerek nem érzi a különbséget, vagy én sem éreztem a különbséget, amikor ezeket megkaptam, és ez elég szépen takarja bennünk el a valóságot. Hogy lehet ebből kikeveredni? Mert valahol mindegyik lelkem, hogy én, ahogy én nevezem most a jelenlegi szintemben, van egy örök mérték, amihez mérhetnénk magunkat, hogyha látnánk, de ezt vagy kicsit látjuk csak, vagy egyáltalán nem, vagy részleteiben. És a hitünk távol van ettől, itt Európában. Egy kéttagú alliterációval szeretném segíteni a folyamatot. Bezár a bazár. Oké? Okay? Bezár a bazár, mert fogod és a könyvespolcot kulcsra zárod, és a dogmát nem olvasod újra. És bezár a belső bazár is, mert nem mész shoppingolni a saját tárháztudatodban, és újra gondolni azokat a szemeteket, amiket már látod, hogy beléd építettek, hanem bármiféle módon, de megszabadulsz tőlük. És javaslok egy olyan meditációt, ahol mondjuk akár a mantrával, akár a légzésfigyelés, akár valami egyéb, magyarul tárgyatlan tudattal. Oké? Okay? Egy kérdés, egy mantra, a légzés, a hangok, így a dogmák csak kitisztulnak, mivel nem építesz újat a helyükbe. Mindannyian ugyanebben a helyzetben vagyunk, kicsi gyermekkorunktól fogva, és most csak ebből az inkarnációból vesszük a példát, különben bonyolult, lerakódik bennünk a konceptuális gondolkodás, mint a guánó, keményen. Szétrobbantani
nem ajánlatos, mert hogyha ragaszkodsz hozzá és a saját énségedet még ugye guánó szinten éled meg, akkor robbansz vele együtt. Nem jó. Elkábítani magunkat megint csak nem jó, magyarul leöntöd valami folyadékkal ezt a guánot, hogy más legyen a szaga. De a kémiailag módosított guánó ugyanolyan büdös, csak nem érzed a szagát. A dogmák ugyanúgy fognak, csak puhábbnak tűnnek. Tehát semmiféle folyadékkal nem érdemes leönteni, semmiféle robbanóanyaggal nem szabad szétrobbantani, el kell az egészet porlasztani. Magyarul azt a nedvességet, azt, ami összetartja még mindig, vont ki belőle. Magyarul ne ragaszkodj a gondolataidhoz, ne gondold a dogmákat se negatívan, se pozitívan újra. Térj vissza ebbe a pillanatba, a tükörszerű, tiszta gondolkodás előtti tudathoz, és ez a gondolkodás előtti tudat az, ami kivonja a gondolkodásból az energiát. Akkor arról van szó, hogy a forma üresség és az üresség forma, akkor a gondolat visszatérhet a gondolkodás elé. Az érzelem visszatérhet az érzelem elé. A beszéd visszatérhet a csendbe. És ennek megvan az energetikai útja is. Most ezt leegyszerűsítem, hogy ne csak ilyen szavakat dobáljunk ide-oda. Amikor ugye a mi kis mikrokozmikus energia körünk így működik, akkor általában mellkason föl, háton le. És a mellkason föl adja, hogy azt korábban mondtam, a szívinfarktust, meg az agyvérzést, mert szó szerint a magyar is mondja, felment a fejembe a víz, vagy feljött a pumpa. Ez koreó sang gi, kérem szépen, rising chi angolul, emelkedő prána. És ez az az oldal, ahol mi nem szeretnénk a pránát emelni, ez az az oldal, ahol mi leszeretnénk vinni a gondolatból, a beszédből, az érzelemből vissza a tantienbe, a keletkezés előtti állapotba. És a meditációnak, mivel mahamudra és egyéb ilyen tartás, pontosan ez a következménye, hogy az energiád is főleg itt lesz tantienben, ezért a gondolataid nem tudnak zavarni első körben, saját és mások beszéde sem, érzelmeid sem, de jobban látod őket, mint az átlag. Tisztábban, világosabban érzékeled őket, mint általában. Azért, mert nem ragaszkodsz egyikhez sem. Ez szerintem egyszerű és világos és felfogható. Ha ragaszkodsz a bothoz, nem tudod benyomni a gombot ezen a készüléken. Ha ragaszkodsz a készülékhez, nem tudod benyomni semmit, még ezt a botot a földbe, még az sem. Oké? Okay? Tehát ezek alapdolgok, és hogyha az ember a saját tudatát kitisztítja, akkor nemhogy dogmák nem maradnak, a saját egoitásából, ami a legnagyobb dogma az ember életében, az sem marad semmi. És ez így egészséges. Egyéb kérdés? Most. Megemésztetted? Hol van az már? Na mondjad a másrészt, igen. Nem hallom a kérdőjel. Már nem kérdés. Tehát maradjunk a kérdésnél. Ez a baj. Tehát, hogy egyszerűbben az ember számára, az ember számára kézzel fogható, megjelenek el, megvalósulható. Tehát nagyon-nagyon egyszerűsítve. Amit én érzek, hogy betegséget vagy kérdés, a bírára, fontos. Akkor kérdezem, hogy szerinted is a betegséget az okozza, hogy nem tudom megnevezni a dolgokat, mert igazából egy csomó mindennek nem tudom a nevét, hanem helyette valamilyen véleményt, ítéletet, bírálatot mondok, ami pedig nem az a dolog, jó, hanem egy minőség. A megnevezés az hiányosság, de nem alapvető hiányosság. Most ki? A nevét mondom itt, hogy kérdeztél, válaszolok. Nem nevet adok neki, hanem kérdeztél, válaszolok. Oké. Tehát, ha nem tudod valaminek a nevét, az még alapvetően nem baj. Tudod ennek a nevét?
de tudjuk, hogy hogy működik. Tehát ha tudod, hogy mely gombot kell benyomni rajta ahhoz, hogy fölvegyem, akkor annak ellenére, hogy nem tudod a típusát, a típusjelét, a gyártóját, a különböző nevét, lehet, hogy egy készülék, ez nem a pontos neve, akkor is tudod használni. Nagyon sokszor van az, hogy magadban olyat látsz, olyat tapasztalsz, amit nem tudsz megnevezni. De ha ilyet tapasztalsz, akkor azt nézd meg, hogy az hogyan működik. Nem kell neveket találni rá. Azt nézd meg, hogy milyen ok és okozati kapcsolatban van mással, más jelenséggel. Tehát a sót azt nem úgy találták meg az emberek, hogy a sóbánya feliratú lyukon bementek egy barlangba, és onnan sót bányáztak. Mert nem tudták, hogy hogy hívják. Egyszer csak, amikor kövekkel kereskedtek, és a por az ugye bejutott a húsba, akkor ízesebb lett, és egyszer elnevezték azt Európában só alapú valaminek. Ahogy a salt, zaraz, és a többi cuk, na, az a másik. Na, mindegy, az... az a lényeg, hogy valaminek elneveztük, miután tapasztaltuk, hogy micsoda. Tehát valahogy belül meg kell barátkoznunk azzal a jelenséggel, hogy elő fogjuk tapasztalni a dolgokat, a maguk névtelenségében, de valójában, sem hogy be tudnánk őket illeszteni egy konceptuális rendbe, egy szókincsbe, egy nyelv gyerendszerébe, vagy előbb tudod meg, hogy az pontosan hogy működik, vagy tudhatod meg, hogy az pontosan hogy működik, mielőtt pontosan meg tudnád nevezni. És ez belül nagyon fontos. Vannak olyan érzelmek, amelyek olyanok, mint egy nagyon pontosan, világosan kikevert szín, de annak a színnek nincs neve, mert nem zöld, nem kék, nem sárga, nem barna, és a többi, és a többi. Ezt a komputerrel dolgozók nagyon tudják, hogy milyen színskálán, hány százalékból mit kell bekeverni, hogy mire van bontva, és ezeknek már csak száma van, meg néha egy-egy betűjele, meg gyárak, akik publikálják ezeket a színskálákat. Több millió, 16,7 millió most ez a szám, amit úgy le tudtak színskálázni, de ezeknek a színeknek már nincsen neve, hogy piros, meg rózsaszín, meg egyebek, stb. A gondolataink, az érzelmeink pontosak ilyenek, pontosan ilyenek. Tehát... lassabban. Túl gyors, tehát engedd, hogy menjen mélyebbre, és akkor jobb lesz. Tehát a lényeg az, hogy amikor tapasztalsz magadban valamit, akkor azt tapasztalt meg az igazi valójában, ahogy az ténylegesen van, és a működését, az okozati viszonyait is. Tehát ebben a teremben én nagyon kevés embernek tudom a nevét. Van, akinek már tudom, de nem mindenkinek. Viszont az, hogy te hogy működsz ebben a teremben, az pillanatról pillanatra világos. A szemedből, a testtartásodból, a belőlebb jövőből, abszolút és teljesen világos. Ehhez nem kell tudnom a nevedet. Azt is tudnom kell, hogy mi az, ami érdekel. Ez már az én dolgom. Azt is tudnom kell, hogy mi az, ami nem érdekel. Mi az, ami ott tart a helyeden, és mi az, ami nem. Tehát, hogy hogyan működsz, a számomra nyilvánvalóvá kell, hogy váljék, mielőtt a nevedet megtudom. És ezzel nagyon nagy részt mindannyian így vagyunk, de mégis legtöbbször a nevét szeretnénk először tudni, azt gondolván, hogy ez valami lényeges. Azt gondolván, hogy ezáltal beilleszthetem valamilyen kontextusba, valami fontosat megtudtam róla. Pedig nem. Meg kell nevezni, főleg egymást, mert különben társaság életet nehéz élni. De a dolgok, azok eredetileg nevek nélkül működnek. A nap nem mondja, hogy én nap vagyok. Mi akasztjuk rá ezt a nevet. A fák nem mutatkoznak be, hogy tölgy, hárs, fűz, nyír, jó napot kívánok. Ezeket mi akasztottuk rá, és nézd meg, milyen gyönyörűen működnek. A nyír, puha fa. A tölgy, félkemény. A kőr is, nagyon kemény. Ilyenek vagyunk, kérem szépen. Nem tudtam, te arra kaptál választ, csak még nem értetted meg. Következő onnan, valahonnan. Gondolat betegít meg, tehát valamikor beteg vagyok, és akkor nem mindig egyet, hogy mi ez a gondolat, ami megbetegített, vagy hogy tudni rájönni arról, hogy melyik gondolat, hol lesz betegít, mi az életem, de amit nem jól
tételezzük fel, hogy az út szélén alszol, és reggelre azt látod, hogy egy kerék átment a lábadon. Fontos az, hogy ez egy szekér volt, egy személykocsi, egy kis furgon vagy egy kamion? Ugye, hogy nem? Az a fontos, hogy gyorsan azt a sánta lábat be kell vinni valami kórházba, pitt-putt, sebész összelök, és stb. Ez a legfontosabb. Tehát ott és akkor abban a pillanatban, amikor te felfedezted, hogy valami baj van, jelen van annak az oka is. És nem kell az előző napra, az előző életre, az előző évezredre, stb. Visszavezetni. Erre nincs szükség. Ugyanis ott abban, ahogy ezt mondtam, van egy olyan tudatállapot, amikor érzékelheted az okot és az okozatot egyszerre. És ehhez egyetlen egy dologra van szükség. Megkérdezed, hogy mi ez? És az ok ott bujkál az okozat mögött, képletesen szólva. Valami történik belül, nincs, hagyjuk már. Tehát az, hogy immunrendszer, az a te érzelmeidnek, meg a gondolataidnak így a rétege nagyjából. És hogyha valami probléma van például az immunrendszerben, például az energiarendszerben, például bárhol, ahol érzed, hogy valami nem kerek, irányítsd rá a kérdést, mi ez? És tartsd meg a kérdést, mert egyszer föltenni és egy másodpercet vele tölteni, az nem nagy cucc. De üljél le vele, és töltsél ott fél órát. És merd ráirányítani a figyelmedet, merj minden mást kívül hagyni, és akkor az egyhegyű világos meditációban merülj el, és irányítsd rá a kérdést, mi ez? És így rétegekben jön föl. És mihelyt megláttad, már egy részétől meg is szabadultál. A látás az gyakorlatilag leválasztódással, nem ragaszkodással, nem azonosulással is jár. Ha pedig nem láttad meg, akkor tudsz hozzá még ragaszkodni, vele azonosulni és tőle rosszul működni. Na most, hogy ebből mit kell meglátnod, az pontosan betegségfüggő. Te ne akarj külön valami kis célkeresztbe, hogy na, akkor most itt a probléma. Általában a problémák nem ilyenek. Egyetlen mennyiség összetevőből állnak, és egy adott jelenség, mondjuk egy betegség, 10 000 külön összetevőből tud összeállni. Nem az a fontos, hogy ezeket szépen mátrix-szerűen azonosítsuk, mert a fél életünk elmenne vele. Azt az egyetlen kiváltó okot, azt a legfontosabb faktort, amitől az egész működik, tehát rosszul működik, mert a betegség előáll, azt kell meglátni, elengedni, és engedni eltűnni. Ez 3 nagy lépés. Meglátni azt a karmát, ami ezt az egészet okozta, nem azonosulni vele, és az energiát máshova tenni, enged eltűnni. Ez nagyon fontos, a Buddha idejében is a szenvedés okáról kérdezték, és azt mondta, hogy megkérdezik, a szenvedés okát miért lássuk meg, mennyire fontos. Azt mondja, hogy ha valakit meglőttek egy nyíllal, és a nyíl kiáll a testéből. Fontos az, hogy az fekete nyíl volt, vagy barna, sastól volt benne, vagy keselyű toll, nyugatról jött, vagy keletről. Nem, az a fontos, hogy húzd ki. És utána fertőtlen is kösd be. És ilyenkor, amikor ez a fajta ugye, kérdés megjelenik, ez pontosan olyan, hogy a látás által húzod ki a gyökérokot. Ez a látás az, ami a gyógyszer is egyben. Nincs külön központi ok. De ott van az okozat mögött minden, amitől az keletkezett. És ezt meg tudod látni, meg tudod változtatni. Okay. Egyéb kérdés? Mondjad ezt. Én szeretnék kapcsolódni vissza az előzőkönyvhoz, hogy nagyon megfogott, hogy olvastam jól, hogy közelebb kerültem. Mondd ezt valami újat nekem, én már nem olvastam ilyet. A koankodóról szeretnék hallani. Mert engem nagyon megfogott ez az egy gondolat, akár egy életen keresztül is egy gondolattal foglalkozni. Hogy még azóta próbálok is magamnak ilyen gondolati sikokat felállítani, évente váltok. Lehet, hogy ez még rövid idő. De magáról erről a fogalomról szeretnék, mert lehet, hogy nem értem. Ismételd meg a fogalmat egy szíves? Koan. Koan. A koan az egyik leggyönyörűbb alkotás, amit az ember valaha létrehozott, a legközelebbi nyugati rokona az a paradox. Igen. Tehát kérem szépen, a paradox az olyan, amivel a
diskurzív intellektus nem tud elég sokat kezdeni, mert lineáris gondolkodással nem oldható meg. Tehát minden, ami matematika, az nem koant. Ugye? Tehát ott van egy nagyon bonyolult, azért valahogy sikerül néha túljutni egy-egy koanon, mert ez a bal féltek, ez valahogy visszaadott, és matekból sose voltam, jó? A lényeg az, hogy amikor arról van szó, hogy Gyógyú zenmester meglátogat két remetét, megkérdezi az egyiket, elérte? A remete felmutatja az öklét. Gyógyú azt mondja, sekély itt a víz, nem maradhatok. Elmegy a másik remetéhez, azt is megkérdi, elérte? Az a remete is felmutatja az öklét. Gyógyú meghajol előtte, és azt mondja, birtokában vagy, a legmagasabb rendűnek, szabadon ölsz, szabadon óvsz, utadat már a lótuszok szegélyezik. Kérdés. Miért fogadta el Gyógyú az egyik remete válaszát, a másikat pedig nem? Na most ezen te gondolkodhatsz 10 000 évig, akkor se jön be. De ha egyszer csak engeded a gondolkodást lecsikulni, akkor a tiszta tükörszerű tudatban a válasz megjelenik. A koan tehát egy alapvető eszköz, hogy szokjál le a dualisztikus gondolkodásról, és ne ragaszkodj a véleményeidhez, a berögződöttségeidhez, a múltathoz, a jelenethez, a jövőthöz, mindenhez, amit az énednek tudsz, tedd félre mindezt. És tér vissza egy olyan tudathoz, ami gondolkodás előtti, tiszta, mint a tükör, osztatlan, egységes, és a többi, mert ebben a tükörben látszik a válasz. És ez az, ami megoldja a koant, tehát az igazi én. Na most a koant gyakorlat az pont az erre való rászokás. És szokjál rá arra, hogy a legtisztább intuitív tudatodat használod, és ne a saját diszkurzív, dualisztikus, kettősségekre alapozott érzelmeidet és gondolatodat használd, mert hogyha ezeket használod, akkor részleges, dualisztikus, széttört, relatív és egyéb válaszokat kapsz, és ezek tökéletlenek. Ezek nem hosszú távúak, ezek nem kellően megalapozottak, ezek nem az egészből származnak, ezekre jellemző az, hogy van téves nézet, vágy és harag bennük, stb. Például, amit nagyon szoktak rühelleni nyugaton, most mondok egy ilyet, Nanchuan, avagy Namchon zenmester, egyszer egy olyan tapasztalat, hogy a kolostorban a szerzetesek veszekedtek egy macskán. És a nyugati csarnok azt mondta, ez a mi macskák! A keleti csarnok azt mondta, ez a mi macskák! És Namchon ezt megunta, ezt a veszekedést, megfogta a macskát, és azt mondta, ide figyeljetek, mondjatok egy igaz szót, és megmentem a macska életét, ha nem, megölöm. És mindenki le volt döbbenve, senki nem tudott szólni egy árva szót sem, Namchon ketté vágta a macskát. És ilyenkor mindenkiben így felbuzog az érzelem. És azt mondja, hogy merészelt. És hogy ha zenmester volt, akkor hogyan ölhetett? Megvilágosodott-e az a zenmester, aki ketté mer vágni egy macskát, stb. Tehát ilyen kérdések merülnek fel. Ezek bizony innen, hogy jó keményen oda csapnak. Pedig itt egyetlen egy kérdés van. Ha te vagy ott, hogy mented meg a macska életét? Ez az óriási kérdés. És ha itt te a saját dualisztikus gondolataidra, főleg az ítéletalkotó tudatosságra hagyatkozol, akkor nem tudod megmenteni a macska életét. Kizárt dolog. Szeretnéd megmenteni? Na mondja. Nem eszembe jutott a sorolni döntés. Igen? Ki a gyerek? Én a saját felakarodtam. Igen? És azt mondta, a Salamon király és Namchon zenmester 8000 kilométerre van egymástól. Hogyan szeretnéd ezt a távolságot áthidalni, és ezt a koant megoldani? Nyugodtan, open, tessék. Hogy mentelél meg a macska életét? Az volt a válasza, hogy tényleg ezt elmondta, és az igazi a gyereknek azt mondta, hogy probléma a gyerek. Tehát? Ha te vagy ott a szerzetesek között, akkor hogyan plántálod át a salamoni bölcsességet a magad tapasztalatán keresztül az adott igen kemény kontextusba, tehát abban a helyzetben hogyan cselekedtél, reagáltál volna a nanchuani igen komoly kérdésre? Most már mindenki bátor, de egyszer csak egy. Ugyanazt csinálnál, amit a salamon, hogy
Ez most narráció. Kicsit drámaibb van, jó? Egy mondat. Te vagy a szerzetes. Én vagyok a nagyon-nagyon gonosz zenmester. Mit csinálsz? Ne magyarázd, csinálja. Hát akkor... Hát kérem szépen! Hát félbe vágja a macskát! Hát miért? Micsoda dolog ez? De már félbe van. Ja, Istenem, hát akkor nagyon sokat javítottál, ha gondolkodjál rajta. Tessék! Elhangzott egy kérdés. Ilyen igaz szó. Na, ez az igaz szó, ez jó, ez az igaz szó az, ami a megvilágosodott tudatból következik. Ez az abszolút értékű, világos, osztatlan valami, mert miért vágja ketté a macskát? Mert a tudatod ugyanúgy ketté van vágva, mint a macska. Oké? Okay? Tehát ha te felmutatod az egész, teljes, világos, együttérző, bölcs, egyéb tudatot, akkor a macskának nem kell meghalni. Ha viszont a saját birtokló, egoista, dualisztikus és egyéb tudatra alapozva válaszolsz, akkor a macska ugyanúgy ketté vágódik, hogy a te tudatod ketté van vágva. Nincs különbség, tehát ne legyünk meglepve. És ezért van ez a föld ennyi darabra vágva. Nézd meg! Csoporttudatok, csoportidentitások és csoportegoitások vágták ezt a bolygót ennyi darabra. És nem lehet, hogy mit akar a macska? Nem. A macska... Hol érzi, hol van? Nem. Tartsuk meg magunkat abban a formátumban, ahogy eddig is, készfeltartást szólítom. Itt tartunk először, mindjárt arra. Az égkék. Ez egy igaz szó. Igen, de nincs köze a macskához is ez a helyzethez. Már jó. A kérdés elhangzott. Hogyan mented meg a macskát? Ha azt mondja, hogy az ég kék, az kb. Olyan, hogy megkérdezik tőled, hogy hány óra van, és azt mondod, hogy az ég kék és a füzöld. Mond. Én csupán csak annyit mondok, hogy egyedül a macska nem korlátozható. Minden állat. Leköthető, de a macska az nem. Neked is van. Vágjálat ketté. Na kérem, begyulladtak a tudatok, és milyen jó ez? Na ez a koan dolga. Tehát azért, hogy ezt nagyon-nagyon pontosan lásd, hogy a saját gondolkodásod hogyan önti a karmádat a felszínre. Tehát soha olyan érzelmi, gondolati magasságokban és mélységekben nem találtam magam, mint amikor koannal gyakoroltam, és ez nagyjából az jellemző az utóbbi 20 évre. Ugyanis amikor egy koan kihozza belőled a legjobbat, fent vagy a mennyországban, főleg amikor megoldottad, és amikor nem tudsz megoldani egyet mondjuk évekig, akkor a legrosszabb jön ki belőle. Nem is gondoltad volna, hogy te le tudnál rombolni ennyi mindent. Azért, mert valami nem sikerül. És nézd meg, a saját ambíciód az, amikor itt, érted? Üti, mindent. És akkor le kell tenni arról, hogy ezt meg akard oldani. És akkor bejön. De ahhoz elég energiát kell belepumpálni, különben nem történik meg. Itt valakinek rengeteg keze, vagy legyet hajtott el magáról? Nem, oké. Készfeltartás. Ott, tessék. Ha egy igaz mondást kell mondani, akkor azt mondtam volna, hogy a macska is döntőképes. Ez is igaz. Ez nem hagyja meg az embestet, ezzel még nem mentetted meg. Csak mint a periódusos rendszerben ugye az elemeket megpróbáltad ugye elhelyezni a macskát, nem sikerült mondani. Az embeste a kezedben tartod a macskát, meg a kést. Ez sem jó. Folytasd! 5%. Ez a baj. Másik 95-ben benne lehetne a megoldás. Addig meg kivonatlanék egy sört. Vigyál rá! Akkor most én azt javaslom, hogy forduljunk vissza a ti saját kérdéseitekhez. Mindenki elkezdett a macskához ragaszkodni. Na most ez gátol még a hazafele menetben is, mert neki mész a lámpaoszlop. Egy játékos kérdés motoszkál mennem régóta. Na játszunk. A kollektív tudat, az sok mindenre képes. Ha az emberiség kétharmadáig varázsügy és elhinnod, vannak sárkányok. Nem érek sárkányok? Attól függ, hogy benne vagy abban a kétharmadban, vagy nem? Igen, és a másik kétharmadban muszáj lenne látni. Rólad van szó, emberfia. Benne vagy a kétharmadban, vagy nem? Ez mostanában egy nagyon fontos kérdés. Hát, ha egy számban vagyok, és ha benne vagyok, akkor is látom. Bocsánat, kommentárok később, bocsánat, tartsuk meg a formátumot.
összes kommentár később. Most ott tartunk, hogy te ebben a bizonyos sárkány hívő kétharmadban. Akkor neked van? Akkor neked van. A maradék egyharmadnak még akkor sem lenne, hogyha az a kétharmad törvénybe iktatná, hogy sárkányok már pedig vannak. További kérdés. Hűha, mindenki keresi a sárkányt. Na, ha látom. Macskát keresünk. Oké, kérdés tessék. Én erről a tanításról szeretnék még kicsit hallgatni, vagy tudni többet, hogy mennyire őrizte meg ősiségét. Mert ha megőrizte volna, még csak ilyen sokára jönnek hozzánk a javaslatok. A tanítás folyamatosan evolvál, igen. És hogyha, hogy megengedted, hogy felépítsük a választ is, hogy a mai modern tudat, ezek a mai modern erőszakos behatást bívő dolgok, akár a balszmat és a dialektikáról, vagy akár másról beszélünk, tudott-e ráhatni, és be tudta változtatni, befolyásolható volt ez a tanítás? Akkor most megyünk visszafelé. Második kérdés, hogy befolyásolható az a csomó behatás, amit esünk. Képzelj el egy tót, egy tavat, és ebbe a tóba te belehajítasz először egy kavicsot, aztán egy követ, aztán egy sziklát. Mi lesz? Hullámzás. Kiskő, kis hullám, nagy kő, nagy hullám. A tó maga az változott? Azok a nagyon-nagyon komoly, akár egyénileg, akár csoportosan egoista nézetek, amelyek kőkeményen dualisztikusak. Tessék választani, Európa egy csomó izmust kitermelt, ott van. Tehát fogod magad, ez nagyon nehéz. Nagyon kemény ragaszkodás, nagyon nehéz. Beledobtad a tannak a tiszta vizébe, az lesüllyedt és kész. Ennyi történt. A tó vízszintje egy picit megemelkedett. Elsajátítottunk valamit, amit eddig nem tudtunk. Megtapasztaltunk valamit, amit eddig nem. Egy újabb karmikus kényszerpálya. Kész. És hogy hogyan őrizhette meg a tisztaságát? Gyakorlatilag úgy, hogy mindig meghaladta azt, amiben élt. Tehát ez nem egy külön kis írás, gyűjtemény, amit megőriztek minden áron. Ez nem egy olyan gyakorlat, aminek a formáját megőrizték változatlanul 2500 éve, mivel nem tudjuk, hogy mit csinált a Buddha 2500 éve. Mindenki mást mond, és ez nem is baj. Az a kérdés, hogy ami 2500 év alatt ránk hagyományozódott máig, itt és most alkalmas-e arra, hogy elérjük a felébredést? Ha alkalmas, akkor megszabadulunk a szenvedéstől, és ettől megszabadíthatunk másokat is, és ettől megőrződött a tan. Ha ránk hagyományozódott vonalak nem alkalmasak arra, hogy gyakorlásukkal elérjük a felébredést, akkor nem kaptuk meg a tant. Ez ennyire egyszerű, de hogyha formai folyamatosságot, bármiféle ideológiai folytonosságot keresnénk, az nincs meg. Hát ugye nézzük meg, hogy a történelem hogyan működött. Hát a mutációktól kezdve a gyöngéd evolúciókig és a hirtelen kihalásokig, amikor mondjuk kiirtottuk a vallás nagy részét, ez mind megtörtént. Nem lehet meg nem történtíteni, de valahogy a tan mégis fennmaradt, és az emberi tudat mai napig rendelkezik azzal a képességgel, hogy ezt megújítsa, és ezáltal eredeti formájába visszaállítsa. És ez a dolgunk. Generációról generációra, amit kapunk, az nem más, mint másodlagos. De bennünk elsődlegessé válik. Miért? Mert aki átadta, abban is elsődlegessé vált. De nem tudja úgy átadni, hogy az rögtön, közvetlenül a tiéd legyen, különben tablettában forgalmaznak és marha drágán adnák. Ugye? Megvilágosodás tabletta. Nincs ilyen. Szerencsére. Ha lenne, akkor már rögtön lenyúlta volna valaki. Na, a lényeg az, hogy a tan az úgy hagyományozódott ránk, hogy művelhető legyen, és általa a megvilágosodás elérhető legyen. Erről szól. Semmi más formai, szövegszerű, ideológiai, kulturális, egyéb homológ sort, tehát nyomon követhető változást, ami az eredetivel azonos, ne keres, mert nincs. Nincs. Tehát nem befolyásolta. Minden befolyásolta. A izmusok nem befolyásolta. Dehogy nem. Ahogy a belehajtott kövek a tó vízszintjét befolyásolják. De ha a víz megmarad víznek, jó, és nem szivárog be a kőbe, magyarul a tó nem kövesül, akkor a tó mindig víz marad, és a tükör mindig tiszta marad, a tudat pedig meghaladhatja ezt a hihetetlen mennyiségű téves nézetet, amit az emberiség pillanatról pillanatra legyárt.
Tehát most, és ezzel szeretném nagyjából zárni a mai együttlétünket, nem az a probléma, hogy 6,8 milliárd ember van ezen a bolygón, és emelkedik exponenciálisan. Nem ezzel van a probléma. Fizikailag ezen a Földön még 50 milliárdan is elférnénk, de ilyen minőségű tudattal még ennyien sem. Tehát a minőség és a mennyiség együtthatója az, ami benned, a csoportodban és a létszférádban, vagy a lét rétegedben az adott életminőséget és halálminőséget adja. És hogyha ez a tudat megfelelő tisztasággal, megfelelő minőséggel bír, akkor korrekt módon élünk és nagyon helyesen halunk meg. Nem azzal van a baj, hogy megszületünk és meghalunk, ezt valahol bevállaltuk. De hogy mindezt hogyan csináljuk, hogyan születünk meg és halunk meg, ez a két rövid átmenet, és hogyan élünk és hogyan vagyunk a testnélküliség vagy közkeleten a halál állapotában, ez nagyon fontos. És ez mind azon a tudaton múlik, ami most benned hallgat, figyel és feldolgozza azt, amit kap. Tehát ezen a tudatminőségen, ha lehet, javítsunk ebben az életben, ebben a testben, ebben az inkarnációban, ugyanis azt a tudatminőséged, amit itt és most kitermelsz, azt viszed a következőbe, akármilyen test legyen az. Nem egyértelmű, hogy ember lesz. Úgyhogy vigyázzunk, kérem szépen. Lefelé is lehet menni, meg fölfelé is lehet menni. Nincs korlát, nincs beépített határ, mert ha lenne, akkor nem érhetnéd el a megszabadulást. Maga az, hogy létezhet a születés és halál körforgásából való bármi módon történő megszabadulás, az involválja azt, hogy nincs beépített korlát lefelé sem. Ha fölfelé szabad menned, lefelé is. Tehát teljesen rajtunk, rajtatok, rajtad múlik az, hogy mit csinálsz ezzel a tudattal, és amit csinálsz ezzel a tudattal ebben a testben, az fogja determinálni a következő inkarnációdat is. Úgyhogy ha most ezen a tudaton javítasz, az már segít a családodon, a csoportodon, az országodon, a földrészeden és ezen a földön, még ha úgy érzed, hogy igen keveset foglalsz el ebből a négyzetméterből, ebből a bolygóból, és egy aránytalanul tört része vagy a 6,8 milliárdos emberiségnek. Az emberi tudat nem úgy működik, mint a borsószemek tömege. Nézd meg, hogy a tanítóink, akikből ugye egy kezemen meg tudom számolni az elmúlt 2500 évben, hányan voltak, akik tényleg leraktak valamit az asztalra. Oké? Okay? Földrészenként úgy nagyjából egy, maximum kettő. Azok elenyészően kevesen voltak, mert csak egyedül voltak. És milliók, százmilliók, milliárdok életére hatottak. Tehát a tudat nem mennyiségi alapon működik, a tudat minőségi alapon működik. A tested működik mennyiségi alapon, de az is a tudat által determinált. Ezért kell inkább a tudaton dolgozni, és annak a minőségét javítani, mert aránytalanul jobb, hatékonyabb eredményt tudsz elérni ezáltal. És nem titok, mert ha körülnézel, akkor már a természet adja a viszontválaszt, az emberi társadalom kicsikét vakabb, és később fog erre egyértelmű választ adni. Ha nem javítunk a közös karmánkon, a kollektív tudatunk minőségén, akkor ezt a bolygót nem használhatjuk tovább. Jó? Tehát ez nagyon világos, és amikor a fenntartató fejlődésről kezdenek el beszélni, az erőforrásokról, erről, arról, akkor csak a szélét érintik annak a problémakörnek, ami bennünk van. És ez csak a saját magad belső felfedező útjával teheted világossá, hogy valójában mi a probléma. Hogy ne állj meg a materiális, tömeges, társadalmi, ideológiai, vallási és egyéb válaszoknál, hanem a válaszod a sajátod legyen, mert ha a válaszod a sajátod, akkor az utad is a sajátod, és a cselekedet, amit teszel, az is belőled autentikusan, 100%-osan jön. És ezen az alapon lehet segíteni, ezen az alapon lehet gyógyítani magunkat, másokat és ezt az egész világot. Köszönöm a figyelmet! Thank you.